Kispuskás és pisztolyos versenyszámmal indult, majd csapatváltóval folytatódott a médiaháború vasárnap a Nyíregyházi lőtéren. A versenyben íjászkodás, gránátdobás, valamint nyílt, zárt irányzékos és lézerpontos airsoft géppisztolyos céllövés is volt. A rendezvény célja a csapat és a kapcsolatépítés volt. Szeretnénk, hogyha jó kapcsolatot tudnánk ápolni, mind a média, mind a kultúra, színház, televíziók, újság, tehát ami informális cég és informális kapcsolat lehet, azt szeretnénk kihasználni, hisz a mai világban nagyon fontos az, hogy minél nagyobb ismertségre és jó kapcsolatot tegyünk szert, mert az üzleti világtól kezdve ugye a sport, barátság, egyéb, ez nagyon, nagyon lényegesebb tartjuk mi. A versenyben díjazták a női és férfi legjobb lövőket, és a legjobb csapatok mellett minden induló ajándékot kapott az eredményhirdetést követően.